Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, elsőként jöjjenek híreink röviden. Testületi ülés. Elfogadták a képviselők a Városi Szolgáltató ZRT üzleti tervét. Új csobogó a Duncsa Jenő utcában. Felavatták Csíkszentmihályi Róbert alkotását. Velünk dalol a világ. A nemzetközi World Voice Day kongresszus felhívásához csatlakozik a Szentendrei Muzika Beáta kórus. A városi tulajdonú cégek üzleti terveiről is tárgyalt a képviselőtestület áprilisi ülésén, a legtöbbet a városi szolgáltató gazdálkodásával foglalkoztak. Elsőként a legnagyobb városi cég a Városi Szolgáltató ZRT üzleti tervét tekintették át a képviselők. A bizottságok számos hozzászólást fogalmaztak meg a vezérigazgató felé. Köszönjük az észrevételt az üzleti tervek kapcsolatban néhány dolgot. Tehát természetesen eleget fogunk tenni a gazdasági bizottság kérésének. Annyit azért elmondanék az üzleti tervünkről, hogy rendhagyó módon alkalmazkodva a reorganizációs eljárásra az üzleti tervet nem a vezérigazgató készítette, hanem csak koordinálta, az itt ülő kollégáim készítették az üzleti tervet, miután önálló és egyszemélyi felelősség terheli őket az üzletággal kapcsolatban. Úgyhogy azt is szeretném kérni egyben, hogy a kollégáim az esetleges felmerülő kérdésekre üzletág szerint válaszolhassanak. Természetesen én is meg tudom adni a választ, de meg kéne szokni, hogy ők önálló vezetők, én csak a koordinálóságot végzem. Fülöp Zsolt teszes képviselő szerint a cégek üzleti terveit össze kéne hangolni, különösen az energetikai szempontokat figyelembe véve. A testület a 35/2013-as határozatával felhatalmazta arra a Kroll József vezérigazgatórat, hogy az energetikai divízió hozza létre azt az energiastratégiát, aminek pont ez lesz a feladata. Tehát ez nem annyira Budai-Otiriának a feladata ez ügyben, hanem energiastratégia keretében várjuk azt, hogy megkapjuk mindenhol ezt az anyagot. És ez olyan szinten lesz, hogy tárgyalta, akkor természetesen be fogjuk hozni a testület elé. Rengeteg párhuzamos felmérés is anyag folyik. Most párhuzamosan folynak az óvodák felmérése, az iskoláknak a felmérése, ennek az energetikai része volt, ahol már intézkedések is történtek, Rákóczi esetében például folyik a játszótereknek a felmérése, mindehhez rengeteg anyagot kért már be a VSZRT, fontos ezeknek a feldolgozása, és ha olyan stádiumban lesznek, hogy döntés élet, hogy a testület ténylegesen tud dönteni abban, ami a testületre tartozik, a prioritások vonatkozásában, összeg vonatkozásában, határidők vonatkozásában, akkor ezek az anyagok elé fognak kerülni. De köszönöm a figyelemfelhívást, valóban erre oda kell figyelni az energetikai divíziónak. A képviselők több kritikát is megfogalmaztak a Városi Szolgáltató üzleti tervével kapcsolatban. A gazdasági bizottság ezzel a napirenddel foglalkozott a legtöbbet. Kérem figyelembe venni, hogy egy reorganizáció eredményeképpen most áll fel egy új struktúrában ez a cég, és most alakulnak ki azok a keretek, amik mentén kell dolgozni, és ezeknek a kereteknek a meghatározásában nekünk kell jeleskednünk, tehát jó javaslatokat kell megfogalmazni, hogy milyen struktúrában, hogyan épüljön fel egy üzleti terv, és azt is, hogy milyen módon fogjuk ezt mi kontrollálni, ellenőrizni. Nagyon nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy most egy új szoftvert vásárolunk, ami egységesen az önkormányzatra és minden cégünkre vonatkozóan egy új vállalatirányítási rendszert, egy új controlling rendszert tesz lehetővé, és ebből adódóan a vezető irányítás megújulhat, és teljesen napra kész, és kontrollált módon működhetnek a cégeink. Tehát én ezt gondolom, hogy ez lesz az első nagy változás és lépés a VSZRT és az önkormányzat viszonylatában, hiszen nyitott könyv lesz számunkra, hogyha ez valóban olyan mély adattartalmú információkat hordoz, amire szükség van a tulajdonosnak ahhoz, hogy meghozza megfelelő döntéseket. Remélem, hogy ebből a bizottságok és a képviselőtestület is valamilyen szintű információhoz fog jutni, és mi is többet látunk és tudunk arról, hogy mi történik a VSZRT-ben, és nem utólag fogunk majd gondolkozni azon, hogy hogy kellett volna csinálni. Kuncsaba szerint az előző üzleti tervnél a mostani már sokkal színvonalasabb, amiből jobban nyomon követhető az egyes divíziók működése is. Tegnap bizottságülésen viszonylag hosszan tárgyaltuk mi is az anyagot. Én igazándiból egy dologra hívnám itt föl mindenkinek a figyelmét, hogy az előttünk lévő üzleti terv alapján az idejében a VSZRT-nek a működése biztosított, azzal együtt, hogy ezáltal az egész város működése biztosított lesz. Szerintem mindenkinek ez számít, kezdve az összes intézménytől a köztelet fenntartáson át a közétkeztetésig minden, úgyhogy
azzal együtt, hogy vannak még persze természetesen benne olyan dolgok, amiket lehet még javítani vagy alakítani, de összességében szerintem olyan az anyag, ami elfogadásra érdemes. A testület végül elfogadta a Városi Szolgáltató ZRT üzleti tervét. Közös éneklésre várja az érdeklődőket a Muzika Beáta Kórus és Wolf Péter holnap este 7 órára a Vujicsics-Tihamér Zeneiskola oltai hangversenytermébe. Szentendre idén először csatlakozott a Hangvilágnapjához. A Hangvilágnapját már hosszú évek óta megünnepli a világ Kanadától egészen Malajziáig 48 országban, minden évben április 16-án. Idén először hazánk és Szentendre is csatlakozott. Egy kórus rendezvénnyel, aminek a keretén belül én is fogok egy néhány szót szólni arról, hogy egy kórus mennyire tükrözi a társadalom összetételét, milyen szabályok működnek benne. De nem sokat fogok zavarni, a zenéje, a hangsúlya először is és utána is énekelnek. Sőt, azt remélik, hogy a publikum, minél nagyobb számban várunk, az bekapcsolódik ebbe, tehát egy interaktív rendezvény lesz. Honnan jött az ötlet, hogy Szentendre is csatlakozzon hozzá? Ez személyes nexusokon múlik mindig. A Hangvilágnapja az egy létező rendezvény, Magyarország idén kapcsolódik bele. Az összekötő személy Haki Tamás, akit a német szervezők ismertek, és akit megkértek arra, hogy bővítse ezt a rendezvényt Magyarország felé. Itt is rögtön egy néhányan átlátták ennek a jelentőségét, hiszen a hang jelentőségét azt nem kell sokáig ragozni. Az a kommunikációnk legfontosabb eszköze, egy művészeti eszköz. De hát a témája természetesen a tudománynak is, a hangképzés, a maga berendezés, amivel a hangot előállítjuk. Tehát ez egy nagyon pezsgő rendezvény sorozat a világban. Azt látom a honlapon, hogy akik régebben bekapcsolódtak, azok 40-50 rendezvényt is időzítenek erre a napra, sőt, tesznek elé mögé mindenféléket. A Vujicsics-Tihamér Zeneiskolában lesz holnap este 7 órakor ez a rendezvény. Mivel készülnek pontosan? Ez nem titok, mert az újságban megjelent, de a pontos műsorát hadd ne részletezzem. Dicséri a rendezvény Bokkolni Forró Ágnesnek a szervező képességét, mert egyrészt nagyon jó helyszínt talált, a zeneiskola adekvát helyszín ennek, és nagyon remélem, hogy sikerül animálni a város zeneszerető részét is. Tehát azt remélem, hogy nem csak magunk közt leszünk, hanem igazán jönnek is a emberek. A Vujicsics Zeneiskolában kedden, 16-án este 19 órára. Azért a kórusnak mondhatjuk, hogy van már egy törzsközönsége. Gondolom azért rájuk számítanak feltétlenül holnap. Mindenképpen. Noha azt gondolom, hogy önök, a média nagyon sokat segített azon, hogy ennek az eseménynek a jelentőségét hangsúlyozza. Lassan szoktunk az ilyenbe bele lendülni, és a legjobb propaganda a szájpropaganda. Tehát aki jól érzi magát, az el szokta mesélni ezt. Ezt emlők a kurus tagjainktól is, hogy mesélik és mondják, hogy gyertek, és érdekes lesz, és jó lesz. És ha tényleg érdekes lesz, és tényleg jó lesz, akkor jövőre már arról fogunk beszélni, hogy nem 5 rendezvény van, hanem 8, vagy 10, vagy nem tudom én mennyi, és itt szép lassan eléri a dolga. A rendezők tehát a Vujicsics-Tihamér Zeneiskolában várják azokat, akik szívesen csatlakoznának a Hangvilágnapjához. Felavatták vasárnap a Dumcsolyenő utcában Csíkszentmihályi Róbert Kossuth Díjas szobrászművész alkotását. A mester Títh Ferenc polgármesterrel együtt leplezte le a csobogót. A Város Művészeti Tanácsa, valamint a Bírálóbizottság három szentendrei művész tervéből választotta ki Csíkszentmihályi Róbert Kossuth és Munkácsy Díjas szobrászművész alkotását. Ez egy funkcionális dolog, működik. Remélem, hogy működik. Mi ihlette az alkotást? Egy pályázati megbízás, tehát nem az én agyamból pattant ki, hanem a feladat megoldása volt a feladat. Mennyi idő alatt, meg hogyan készült el tulajdonképpen ez a... Jó fél éve indult, mint tervezés, és aztán határidők alakultak, és sürgetővé vált, tehát egy fél éven belül elkészült. Ön hogy van megelégedve ezzel az alkotással? Olyan lett, mint amire számított, mint amit várt? Hát én egy tisztességes makettet csináltam, meg rajzokat, és a
segítőim, a kőszobrászok és kovácsok fölnőve a feladat komolyságához abszolút szép dolgot csináltak belőle. A 2 méter magas, kőből faragott, tetején kovácsolt vassal díszített csobogó a Dumcsa utca elején az Apor híd közelében áll. Az alkotás Papp Lajos kőfaragómester műhelyében Kovács Endre díszműkovács közreműködésével jött létre a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A szobrot vasárnap délután Ritz Ferenc polgármester adta át a városnak. Azért fontos és azért lényeges, mert a városnak egy új közösségi tere jön létre. Az emberek mindig szeretnek szép alkotások köré összegyűlni, leülni egy kicsit. És eddig is a Bükköspatak egy meghatározott a város történetében, hiszen az első írási emlékek is megemlítik. Itt van nem messze ugye pont a vakok számára készült belvárosi alkotás, a házaknak a makettja. Itt van a Turinform, tehát sokan járnak erre a helyre, és most egy méltó alkotás mindaz, ami ezt megkoronázza. Hiszen Csíkszentmihályi Róbert, aki a díszpolgárunk, és aki a városnak a legfrissebb Kossuth díjasa, egy olyan név, akit itthon külföldön egyaránt ismernek. És ez az alkotás pedig úgy gondolom, hogy benne van a múlt, benne van a jövő, a városnak az egész történelme. Ami engem az egészben elindít gondolkodásban, az alakja, a formája, az a régi boroskancsókra emlékeztet, ami a városnak a hagyományében oly mélyen gyökeredzik, a pincékben, az utcanevekben, az egész történelmében. De maga az egész kialakítása, a teteje pedig a hagymakupolákra, a régi szerb kereskedőkre, a pravoszláv vallásra utal vissza. De ez a kora nekem egy másik dolgot is eszembe jutott, egyrészt a város címerét, másrészt pedig azt, hogy ténylegesen megyei jogú kulturális főváros lettünk azáltal, hogy megkaptuk a Ferenczi Múzeumot is, megkaptuk a Pest megyei könyvtárat is, azok a kulturális javak mellett, amik korábban is itt voltak, a kis múzeumok, a skanzen. Tehát nekem azért tetszik az alkotás, mert egyrészt a jelent is megkoronázza, de előre mutat a jövő felé is. Egyik irányból. A Szentendre ma adását látták, Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket ismét. Addig is köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!